Ott az első gól. Első becsúszik a korong. Hiba. Ramoser a gólszerző. Ott maradt teljesen egyedül szuperkapuja előtt. Ez még akkor is baj, akkor is probléma, hogyha ember előnyben lett volna az olasz válogatott, de nem volt. Azt hiszem Posgai bent elvéti a korongot, itt tulajdonképpen lekezelte Ramosernek. Szép! Egyenlítő gól! Hegyi a gólszerző! Mondjuk alaposan mellé nyújt a kapus, ahogy a reakciójából leolvastam, ezt meg akarta fogni, mert valahogy mellé nyalt. Hegyi az első kiállított. Hát igen, nem ért oda még, talán azon is gondolkodott Tragust, hogy még arrébb megy egy kicsit, vagy éppen már felkapja a kezét, de pontos lövés, és talán kicsit váratlan is Tomás Tragusznak. Ez meg egy Palkovics kiugrás. Palkovics gól! Elhúzza, megemeli, meg van fagyva még az olasz kapus, alig tudott mozdulni a korong felé. 2-1 a magyar válogatottnak. De nem csak a kapus, a védelem is megvolt. Palkovics, mintha ott se lett volna, elfeledkeztek róla. Nézd meg, sehol nincs védő. Utána kapus összerogy térdre, és utána már a csatár gyönyörűen húzza el mellette. Tehát itt lemegy téldre, mintha ellőné Palkó, de neki volt arra is ideje, hogy ott cseltúzzon. Annyira nem volt védő. 13 másodperc telt el. Nagyon gyorsan összerogy az olasz kapus, minden lövéssel lemegy térdre. Na nézzük Sikorcin. Gól! Szerencsés gól, de 3-1! Na, nagyon sebezhető ez a kapus. Saját kapuja elég söpörte vissza a pakot. Poléci fekete, végül fekete a gólszerző. Ramoser a büntetőpadon. Gól! Egy újabb gól, buli után! Sokat javulunk a korong elhozatalban. Ez az, amire Ancsi János utalt, hogy ez nagyon fontos dolog. Ezért fontos. 4-1-re vezet a magyar válogatott. Nincs még lövési lehetőség. Most igen! 5-1! Majd megnézzük, hogy hozzáér-e valaki horvát emeléséhez, de gyanítom, hogy igen. Szerintem meg nem, csak takarta a kilátást. Ketten is takarták akkor a mieink közül. Na nézzük, Horváth ott emeli rá, megint Vas János van ott, és ott van Borbás Gergely is. Húha! Az is lövőhelyzet. Palkovics még egyszer! Mekkora gól! Az igen! Lehet ünnepelni. Nagyon kereste már a... Éten mert. Gyönyörű passz. Lejön. Hát ott a kapus lenn van. Hát a vízilabdában, amikor már süllyednek, állandóan lent várja a lövéseket. Nagyon szépen kifigyelte ezt Merz. Pekhe is van itt most az olasz válogatottnak, mert Palkovics ütőjéről inkább lecsúszott a korong, ez korcsolyával, aztán nem tudta összeszedni az olasz védekező játékos. Jók voltam jó helyen, nagyon jól kijött ma a csapatnak, hála Istennek. Látszott itt a büntetőnknél is, hogy nem tudunk hibázni. Nagyon örültem neki, hogy tényleg ilyen szép népes közönség előtt sikerrel tért vissza a válogatott Fehérvárra. Szerencsére kijött a lépés itt, a fiatalok is nagyon ügyesen mozogtak, és hát hajtottak, sok volt bennünk a tűz, és ez igazából vitte a csapatot magával. Ezt meglepődtem, hogy ember elénybe beküldtek minket, de aztán hát természetesen nagyon örültem neki, hogy az első bemutatkozó mérkőzésen sikerült pontot szereznem. Ugyanazt érzem, amit a csapatom. Edzőként mindig boldog vagyok, ha a srácaim nyernek, és most ez történt. Nagyon jól ment a játék, és örülök annak, hogy igazán jó showval örvendeztették meg a szurkolókat a válogatott tagjai. Thank you.